muzika támogatója a Rolex. Visszatértek az életbe. A New York-i Metropolitan Opera ismét varázslatos művet vett fel repertoárjára. So happy for this theater. Rendkívül hálás vagyok ennek a színháznak, amiért ilyen erővel, energiával és akarattal veti magát újra a munkába. And will. A Metropolitan Opera több szempontból is egyedülálló. Szerintem pontosan olyan különleges itt fellépni, mint ahogyan azt sokan elképzelik. Közel 25 év után áll újra a Met színpadára Antonio Pappano karmester Wagner Mesterdalnokok című művével, a repertoár leghosszabb darabjával. It's a comedy. Ez egy vígjáték, bár majdnem 6 órán át játsszuk, mégis rendkívül emelkedett hangulatot terem. Ez egy utazás szerelmen, hódításon, művészeten és kreativitáson át. A történet a középkori németországi mesterdalnokok céhe körül forog. A főszereplőt, Hans Sachst, a bölcs Schuster költőt Wagner nagy szeretettel ábrázolja. Minden alkalommal lenyűgöz ez a szerep és ennek összes dimenziója. Óriási szakmai kihívást jelent számomra. Hans nagyon sokoldalú karakter. Ő egy filozófus, egy szerető, egy kimondottan féltékeny ember. Úgy gondolom, hogy a hangom bizonyos értelemben passzol Wagner zenéjéhez, és az, hogy először dolgozhatok együtt a maestróval, igazi ajándék számomra. Ő egy csodálatos karmester. A darab fontos üzenete a művészi szabadság, mások mondani valójának meghallgatása. Listening to what other people have to say. A hagyományok fontosak, de légy nyitott. Azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy tanuljunk, hallgassunk, lássunk, tapasztaljunk. To experience. Es ist ein unfassbar schöner Augenblick, wenn ich mein. Hihetetlenül szép pillanat számomra átélni azt, amikor eléneklem az utolsó dalom, és bejön a színpadra a csodálatos kórus, én pedig ott állok teljesen kimerülten. Mégis felemelő érzés, hogy eljutottam idáig. Van egyfajta lelkesedés és boldogság, hogy eljutottunk a végére, és a mű úgy végződik, ahogyan kezdődött, C-durban. Ez csodálatos. A muzika büszke támogatója a Rolex.